Köszöntöm Önöket! Ahogyan az előző adásunkban ígértük, ma az egykori Pintérházról beszélgetünk, aminek a története szorosan összefügg annak a kávéháznak a történetével, amit előző műsorunkban láthattak. Amrus, mi az összefüggés egészen pontosan? Az összefüggés az egy nagy építkezés, amelyről már az előző adásban említést tettem. Ennek a háznak, tehát a Kecskeméti utca Calvin tér sarkán álló háznak, aminek Calvin tér 1 a hivatalos címe, akkor is így hívták. Helyesebben 1874 előtt még Szénatérnek hívták, de azt hiszem, hogy aki követi a sétáinkat, az már találkozott ezzel a fogalommal, ezzel a névvel, hogy nagyon sokáig Szénatérnek hívták a Calvin teret. Szóval itt a Calvin tér 1 szám alatt egy egyemeletes, klasszicista stílusú épület állt. Egy bizonyos Gyarmati György nevű kereskedő volt a tulajdonos, aki ezt a házat eladta 1910-ben egy Pintér Gyula nevű másik kereskedőnek, aki 1911-ben a Főváros Törvényhatósági Bizottsága fele beadott egy építési kérelmet, amely egy 3 emeletes, tulajdonképpen 5 szintes, hatalmas nagy bérpalota építésére, elkészülésére vonatkozott, vagy elkészítetésére vonatkozott. Az építészt is megtalálta, Hült Dezső volt a felkért építész, aki hát ezen a téren elég otthonosan mozgott, aminek a bizonyítékát éppen mögöttem a ferencvárosi oldalon lehet látni. Egykori gazdák biztosító intézete és szövetkezete épületét is ő tervezte, ugye ez most Egon névre hallgat, de talán a leghosszabb ideig állami biztosító központi épületeként volt ismert. De az első igazi nagy munkája az mégis ez az úgynevezett Pintérház volt, és ez egy hatalmas nagy építkezés volt, amely a környék épületeiben működő árusokat, boltokat, boltosokat hát zavarta természetesen, és hát mindenfajta beadványokkal éltek a főváros fele, a kávésokat is zavarta természetesen az állandó építkezés. Azt hiszem, hogy ez manapság szintén egy aktuális dolog. A lényeg az az, hogy azt találta ki a főváros, hogy a Calvin tér közepére, de inkább a ferencvárosi oldal felé közelebb épített egy úgynevezett kioszkot, egy fedett épületet, ahova beköltözhet minden olyan árus, meg áruda, amelyet ez a bizonyos építkezés zavar. És hát ebben az időszakban történt az, hogy a Báthori Kávéháznak a tulajdonosa, bizonyos Beyer Marcell, akinek a leánya Bajor Giziként lett, azt gondolom, hogy Európa hírű, de mindenképpen Magyarországon az egyik leghíresebb színésznő. Szóval Beyer Marcell kénytelen volt a Geist házból kiköltözni, ugye a szomszédos házból, és ő beköltözött ebbe a kioszkba a többiekkel együtt, a többi árussal együtt, akik közül a legfontosabb talán egy bizonyos Stern József nevű kereskedő volt, akinek a Haris közben is volt kereskedése. Ő rövidáruval, textillel kereskedett, nem jöttek ki jól. Egymással maradjunk annyiban. Úgyhogy Stern József aztán, amikor az épület, ez a bizonyos Pintér-féle, vagy Pintér-Gyula-féle épület elkészült, ő be is költözött az épületnek az alsó részébe, és ő működtette ott azt a szintet, és hát egészen 1940-ig nagyon sikeresen és nagy népszerűségnek örvendve működtette ezt az árudáját vagy áruházát. Ugyanakkor pedig a Báthori Kávéház ebben a kioszkban 1911-től 1914-ig működött, és akkor a kioszk egy egész új feladatot kapott. Mi azt látjuk, hogy itt régi épületek vannak, és közötte meg itt van két, illetve összefüggő modern épület. Igen, egy modern épület, amely hát 1988-ra készült el. Itt most ugrottunk egy nagyot az időbe természetesen, de nem is hagyhatjuk ki azt az időpontot, amely meghatározta aztán ennek a területnek, a térnek a későbbi kinézetét. 1944 végén, 1945 elején itt nagyon súlyos harcok folytak, a visszavonuló német csapatok és az előretörő szovjet csapatok között. Itt házról házra mentek előre az egységek, és próbálták
elfoglalni a németektől, a németek meg visszafoglalni, és hát sajnos pont ez a két gyönyörű ház, a Geistház és a Pintérház áldozatául esett ennek a nagyon súlyos harcnak. Itt tényleg tulajdonképpen emeletről emeletre, szobáról szobára harcoltak, és olyan is volt, hogy lángszóróval támadott vissza a német csapat. Persze bombatalálatokat is kapott a két épület, és hát tankokkal is lőtték az épületeket. 1945 tavaszára a Kálvin tér úgy, ahogy van, borzalmas képet mutatott. 1948-ig gondolkodott a főváros azon, hogy a főváros vezetése, hogy újraépítse, vagy elbontsa ezt a két gyönyörű épületet. Végül is statikailag annyira megrongálódott mind a kettő, hogy az elbontás mellett döntöttek. Úgyhogy 1948-tól hosszú évtizedeken keresztül itt két foghítelek volt. Parkosították a két telket, ugye hatalmas nagy tűzfalak keletkeztek, bizonyára emlékeznek a kedves nézők arra, hogy ezeket a tűzfalakat főleg aztán a 70-es években, meg a 80-as években hatalmas nagy ilyen óriás plakátok díszítették. Fabulon Ági volt ugyanaz ezen az oldalon, de ott is volt mindenfajta nagyon érdekes megoldás, sőt, ha jól emlékszem, az első nem hivatalos hamburger áruda is itt megnyílt a 80-as évek elején. Hát nem, ez egy talpanálló volt, ahol hamburgert lehetett vásárolni, én magam is itt tettem életemben először, még nem azt a, nem tudom, most már jól megszokott dolgot, hanem ez a buci benne, igen, mindenfajta, még a hagyományos, így van, hagyományos dolog, és aztán 1986-ra ért meg arra a helyzet, hogy a Pannonia vendéglátóipari vállalat osztrák pénz vagy tőke bevonásával, tehát akkor még szocialista államról beszélünk, tehát a szocialista és a kapitalista együttműködés keretében egy Csontos Csaba nevű építész tervei alapján elkészült ez a két nagyobb egységből álló szálloda, ugye a koronaszálló, amelyet egy híd össze is köt, és hát tulajdonképpen a mai napig is meghatározza a térnek a belvárosi képét. A kávéház és a Pintérház története után következő adásunkban újra visszatérünk majd Ferencvárosba, belső Ferencvárosba, onnan jelentkezünk majd.